Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Megnézzük először is, hogy mi történik a pénteki napon, mi az energia. Itt a gyermek utalhat a gyermekekre. Látható az ártatlanság, lesz közeledés vagy egy látogatás. A gyermek jelentheti a te fiatalos kisugárzásodat is, hiszen itt látható, hogy belenézel a tükörbe, elégedett leszel magaddal. És itt a lilium utal az ártatlanságra, erre a szép kisugárzásra. Amit a gyermek még jelenthet, újdonság, egy új kezdet, itt tisztázódik valami, és ez a tükör jelenti, hogy pénteken valami vagy valaki tükröz számodra valamit, és oda kellene figyelni az eseményekre. Szombat. Itt látható az utazás, külföldi kapcsolatok, hiszen itt van ez a térkép, és ez a torony lehet egy nagyváros. Ez lehet egy kirándulás, vagy egy meghívás is. Amit ez a torony még jelenthet, hogy fogva érzed magadat, vagy ő, hiszen benne vagytok ebben a toronyban, ez olyan, mint egy labirintus. Keresitek a megoldást, egy kiútat. Itt is tükröződik valami, tehát lesznek változások, és ez lehet egy utazás vagy külföldi kapcsolat. Vasárnap. Itt felül látható a szerencse, hiszen ez a kártya szimbolizálja a négy levelű lóherét. És ez a ház, az jelenti az otthonodat, vagy a családot, a környezetedet, ott lesz szerencse. A háttérben ez a fa jelentheti a természetet, egy szép környezetet, vagy a fa jelenti a gyógyító erőt. Ha valaki beteg volt a családban, itt most lesz gyógyulás, hiszen látható a szerencse is. A fa a szimbolizálja a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni, és itt kiépül valami, kihat a párkapcsolatra. Lehet egy közös otthon tervezése is egy szép környezetben, és ez a döntés szerencsét hoz. És ez volt a hétvégi szerelmes jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!